Több elemző szerint is megkezdődött a bűnbakkeresés a baloldalon. Az ellenzéki összefogás nem hozta meg a várt eredményeket. A baloldal vereséget szenvedett vasárnap. Elemzők azt mondják, bebizonyosodott, hogy az ellenzéki összefogás, mint konstrukció rossz volt. A következő időkben szétesik a szövetség. Gyurcsány Ferenc pedig frakcióvezetőként fogja vezetni az ellenzéket. Elemzéssel folytatjuk. Lehet, hogy meg is van a bűnbak a baloldalon, inkább kérdezem ezt most Nagy Ervintől, a 21. század intézet elemzőjétől, jó reggelt kívánok tiszteleten, már csak azért is, mert vasárnap este nem állt oda Márki Zaj Péter baloldali miniszterelnök jelölt mögé a hat ellenzéki párt képviselője. Ezt a jelölt azt mondta, hogy azért, mert ő kérte, hogy a családja álljon mögötte a színpadon, a választási verességet értékelve. De hát azért mégiscsak furcsa, hogy nem csak, hogy nem álltak mögé, hanem nem is álltak ki mellette, ha úgy tetszik, képletesen szólva a politikus társai. Mennyire ferez a szövetségesek részéről? Hát jó reggelt, kívánok mindenkinek. Igazából azt, hogy ez az ellenzéki összefogás nem olyan stabil, mint ahogy ezt hirdették az utolsó pillanatig, szerintem mindenki látta. Tehát azért rengeteg tapasztalat volt, hogy a végére azért a szétesésnek a, a küszöbére érkeztek, és hát jól látható volt az is, hogy az ellenzéki pártok vezetői, Márki Zai Péterre mutogatnak, akinek ez a hetedik párt, vagy hetedik frakció, először ugye hetedik frakcióról beszélt, utána egy új párt alapításáról. Ez egy kétségbeesett próbálkozása volt, hogy a bűn valahogy kibújjon. Várható volt, hogy őt fogják az ellenzéki pártok vezetői megjelölni, viszont az, hogy már a választás éjszakáján ezt megtették, azért szerintem sokakat meglepett. Az, hogy ő nem álltak ki mögötte, azért az jelzésértékű, de én sokkal durvábbnak és súlyosabbnak tartom azt a fajta mentalitást, hozzáállást, alapállást, amit mondjuk Jakab Péter tanúsított, aki gyakorlatilag néhány órával az eredmények megjelenése után hátba szúrta az egykori szövetségesét, és egy értelműen nagyon durván megtámadta és bűnbaknak kiáltotta ki. Én nem hiszem, hogy csak Márkizai Péter tehet arról a verességről, amit elszenvedtek, maga a konstrukció hibás volt. Jakab Péter ez visszatérve, ő pedig még egy nappal a választások előtt szombaton azt mondta, hogy ott fognak állni Márkizai Péter mögött vasárnap este hatodik haszaka, de ezt képest, ahogy ön is mondta, néhány órára rá hogy nem állt ki mögé a színpadra a jelölt mögé, a miniszterelnök jelölt mögé, hanem kiállt egy szobába, és gyakorlatilag így van már. Péter tette felelőssé, azt mondta, hogy ő buktatta meg az ellenzéket. Na de akkor nekik nincs felelősségük? Ugye a Jobbik egyetlen egy egyéni jelölti helyet nem hozott el? Tehát és jóval kevesebb képviselője lesz a parlamentben ebben a ciklusban, mint eddig volt. Vonagábor Gábor négy éve levonta a tanulságokat, 18-ban, és lemondott a választások estéjén. a Péternek ez meg se fordul a fejébe, sőt, tegnap ugye egy ilyen mosolygós fotót rakott ki. És adott a jobb egy interjút minket. is, Igen. tegnapi nap, ahol a mosolygos fotó után arról beszélt, hogy ő kész bármikor a kormányváltásra továbbra is. Tehát ez egyrésztről a valóság teljes letagadása, illetve hát nyilvánvalóan érthető a kudarccal való szembenézésnek a hiánya az ő esetükben, hisz megpróbálja a kapitán előre menekülni, megpróbálja a pozícióját megtartani. Azért ennek van egy emberi oldala is, nyilvánvalóan nem a politikai elemzéseknek a territóriuma az, hogy morális kérdéseket megválaszoljunk, de azért szerintem a választópolgár, illetve a baloldali választópolgár még inkább furcsálhatta, vagy eléggé rosszalóan láthatta azt, hogy azért egy szövetséges mellett már aznap, amikor a vereség kiderül, nem állnak ki. Ez egy morális kérdés is szerintem. De ha az elemzést, ha visszatérünk a politikai elemzések területére, Jakab Péterék valóban nyakik benne vannak abban a vereségbe, amit most elszenvedett az ellenzék. Hát Észak-Kelet Magyarországot meg kell nézni, Borsod megyét, Szabolcs-Szatmár megyét, szabolcs szatmár megyét, vagy Hajdú-Bihar megyét, ahol a jobbiknak kellett volna az ellenzék számára szállítani a szavazatokat, Ezeken a helyeken a jobbik elbukott. Ennek egyébként pontosan az az oka, hogy a jobbik, ahogy belesimult a baloldali összefogásban, elvesztette azt az identitását, elvesztette a mozgásterét, a szuverenitását, ami miatt ezeken a területeken neki megvolt, ez ideig a támogató. Jakab Péter azt mondja, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről, az az indok, hogy azt mondta, hogy októberben az előválasztás után egy nyert helyzetben volt szerinte az ellenzék. És megkapta Márkizaj Péter a. Pénzparipát, fegyvert az ellenzéki pártoktól. Tehát ő úgy magyarázza ezt a dolgot, hogy mindent Márkizaj Péter rontott el, ők teljesen jól csináltak mindent. Mit gondol erről? Igen, azért jó, persze. A miniszterelnök jelöltnek a felelőssége szerintem nem kérdés. De kizárólagosan nem lehet őt felelőssé vonni. Tehát Jakab Péterik ugyanúgy benne voltak ebben az összefogásban, mint hogy a többi párt is. Tehát közös volt a cél, közös volt a felelősség is ezáltal. Kíváncsi vagyok egyébként, hogyha megnyerték volna a választást, akkor mit mondtak volna. Tehát nyilvánvalóan akkor kiálltak volna mögötte a színpadon. Én azt gondolom, hogy Jakab Péter előre menett, Nekül, Jakab Péter a pozíciójában akaszkodik, és ezáltal olyan dolgokat mond és tesz, ami szerintem a választópolgároknak se szimpatikus. Kiállt egy másik politikus is, egy másik pártvezető, a legnagyobb ellenzéki pártnak a, ha úgy tetszik a vezetője, Gyurcsány Ferenc a választások éjszakáján, és hát ő is neki megy gyakorlatilag már Zaj Péternek, de hát azért 2010 óta Gyurcsány Ferenc pártvezetőként a negyedik Vereségét szenvedi el, és a dékánál sincs semmilyen következménye ennek a dolognak. Hát ugye azt most ne, abban ne is menjünk bele, hogy a 2010-es választási győzelemben megy, mekkora része volt Gyurcsány Ferenc? Igen, Ferencnek. hát Gyurcsány Ferenc az egy megkerülhetetlen tényező továbbra is a bal oldalon. Szerintem azért ő többre számított, tehát ő egy nagyobb frakcióra számított, de azért azt elmondhatjuk, hogy ahogy a jóslatok szóltak, és ezek be is igazolódtak, Gyurcsány Ferencnek lesz a legnagyobb frakciója a parlamentben, ha az ellenzéki oldalt nézzük, és továbbra is neki van a legnagyobb és legstabilabb pártja. Tehát ha, ha most jósolni kellene, akkor ez a Gyurcsány Ferenc éve lesz, legalább az ellenzéki oldalon tovább fog erősödni, nyilvánvalóan gravitálni fog az az erő, amit ő mutat. Én, 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 egyébként azt is el tudom képzelni, hogy sokan át fognak lépni a demokratikus koalícióba, amit láttunk egyébként már tavaly is, például az MSZP részéről. Gyurcsány Ferenc szerepére visszatérve azért ő elegánsabban tette azt a fajta bűnbak képzést, mint amit Jakab Péter is megtett. Jakab Péterhez képest Gyurcsány Ferenc csak egy tapasztaltabb, diplomatikusabb politikus, és szerintem jobban érzi azt, hogy mi az, ami a választópolgárok számára szimpatikusabb. Én nem gondolom, hogy Jakab Péter ezt a szimpátia megnyerte volna azzal, hogy belerugott márkizai Zajé Péterre. Ellenben Gyurcsány Ferenc, aki nyilvánvalóan építkezni fog a következő időben, és csak egy utolsó gondolat, hogy Gyurcsány Ferenctől az ellenzék meg akart szabadulni, mert nyilvánvaló volt, hogy tehertétel. De Gyurcsány Ferenctől nem tudtak megszabadulni, tehát nem történt ellenzékváltás. Egy perc, na pontosan ebbe akarok belekapaszkodni, amit most mondott. Baloldali közírók, értelmiségiek, közéleti személyiségek, de elemzők is azt mondják, hogy az elmúlt 12 évből semmit nem tanult a baloldal, ez a vasárnapi eredmények utáni megnyilvánulásokból szerintük jól látszik. Nincs felelősség, vállalás, nincs következmény. Tehát akkor, és Jakab Péter is arról beszélt tegnap, hogy már találkozott a hat pártvezető, minden marad a régiben, jó ez az összefogás, meg kell tartani, mert ez a jövő. Igen, hogyha visszagondolunk négy évvel ezelőtti helyzetre vonagából lemondott, tehát ott mégiscsak volt következménye. Most a következmény nélküliség az gyakorlatilag euh, még inkább kiteljesedett a bal oldalon, tehát Jakab Péternek is el kellett volna gondolkodni egy hasonló de nem helyzetben. Csak a többi de a többi pártnál is ugyanez a helyzet, tehát nincs, nincs következmény, nincs a felelősségnek a felvállalása inkább bűnbakképzés van, egymásra mutogatás van. Azért talán annyi még fontos lehet ebben a kérdésben, hogy nagyban meghatározza a jövőjét az egyes ellenzéki pártoknak, hogy mennyire tudnak szembenézni azzal, hogy mit rontottak el. Én nem gondolom, hogy pusztán arról van szó, hogy, 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 hogy valami hibázott a kampányban. Szerintem ennél mélyebb problémákról van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy nem tudtak történetet mesélni, nem tudtak narratívát felépíteni, nem tudtak politikai víziót megfogalmazni. Ha külön voltak, ha együtt, ez nem sikerült. Ez most a végszó. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.